Erdélyi magyar művészeti életünk másik kerekéfordulós személyisége, Roha István nagykárolyi születésű hegedűművész, aki augusztus 17-én lett volna 85 éves. Pályafutása során volt hangversenymester a Kolozsvári Magyar Operában, első hegedűs, illetve szólista a Kolozsvári Filharmóniánál, és 40 éven keresztül tanár a Kolozsvári György Edimár Zeneakadémián. Tanítványai között voltak többek között Ágoston András, Fátyol Rudolf, Éfjú Boros Mátyás és Gátai Tibor. 1964-ben megalapította a Napok a Vonos Négyest, akkor vált Románia érdemes művészévé is, majd 2001-ben megkapta a Magyar Köztársaság kiváló művész elismerést. Aranyszalagtárunk több felvételt őriz a nemzetközileg is elismert Roha Istvánról. Az 1970-es, 80-as, 90-es években több is Roha István koncertet és beszélgetést rögzített a magyar adás. 1979-ben László Ferenc zenetudós beszélgetett a mesterrel. És már akkor nagyon sok minden volt Roha István művészi tarsolyában. Roha István, mint művész és mint ember egyaránt, a legnépszerűbbek közül való. Városunkban mindenki ismeri a mosolyát, diákkora óta mit sem változott alakját és fürge járását. Az emberek büszkék rá, hogy hegedűjével beutazta kerek világot, és mindenütt sikert aratott. Egyesek talán azt is tudják róla, hogy sikereinek ára évtizedek óta tartó szakadatlan munka, hogy az iram s az állandó lobogás, amely elismerésben gazdag művész életét jellemzi, már-már életveszélyes, hogy nem csak szuverén ura hegedűjének, hanem szolgája, rabja is. Ismerős ez a zen, amit gyakorolsz. Csajkovszki hegedűverseny kadenciája. Kitaláltam. Mióta játszol ezt a művet, hogy még mindig ennyire kell gyakorolnod? 48-49 óta. De azért mindig meg kell nézni. Minden koncert előtt. Mikor játszottad először nyilvánosság előtt? Azt hiszem, hogy hivatalosan, szóval nagy koncerten 53-ban, Jászban, Elenescu vezényletével. Annak pont 25 éve mostan. 25 éve. Milyen más karmesterekkel játszottad még? Hát belföldön azt hiszem, hogy minden karmesterrel, a Georgescu mesterrel, Szilvesztrivel, Comtával, Mircea Cristescuval, Simon Emillel, szóval mindenkivel. És külföldön nagyon sok városban is nagyon sok filharmonikussal és hát sok karmesterrel. Hogyha ezzel a Csajkovszki koncerttel kezdődött a pálya, akkor talán lehetséges volna az egész pályát elmesélni olyan koncertekben, amelyeken ezt játszottad különböző városokban, különböző karmesterekkel. Melyik volt ennek a pályának, a Csajkovszki koncert eladásának, vagy kiemelkedő eseménye? Például? Természetesen a Csajkovszki, első Csajkovszki nemzetközi verseny, ami 58-ban volt Moszkvában. Ne légy szerint, mondd ki azt is, hogy díjat nyertél. Hát igen, harmadik díjat nyertem. És rögtön ezután az Enescu verseny volt, ahol szintén Csajkovszki hegedű versenyt játszottam, ami életem pályáját talán meghatározta. Mondd ki, hogy első díjat nyertél. Hát az Enescu versenyen első díjat nyertem, igen.
Egy karmesterről nem tettél említést ebben a népsorban, Antonin Csolánról. Nekem azért különösen fontos a személye, mert éppen vele van egy fölvételünk, a fiatal Ruha István, amikor Antonin Csolán vezényletében játssza ezt a versenyművet. Ezt a fölvételt föl szeretném most eleveníteni nézőink számára.
az én legdrágább és legnagyobb mesteremet, az Antonin Csolánt akarattal hagytam ki, mert erről külön akartam beszélni. Ugyanis a hegedű tanáromon kívül, Balogh Ferencen kívül egyetlen egy ember volt, az ő volt, a maestro Antonin Csolán. Hogy nem tanulhattam egy művet, vagy akár egy szonátát, vagy akár egy előadási darabot, nem beszélve a hegedű versenyekről, hogy nem mentem volna el hozzá, hogy hallgassa meg, és mindig boldogan állt rendelkezésemre a feleségével együtt. És úgyhogy azután, miután tőle eljöttem, nyugodtan elmehettem akár Tokióba, vagy Montrealba, vagy New Yorkba, vagy Philadelphiába, vagy akárhova, avval a művel, amit neki eljátszottam. Nem kívánhatom, hogy most elmesél nekünk az egész élet, de talán mondd el azt, hogy ismerkedtél meg vele, Antonin Csolánnal? Ez a Magyar Operában kezdődött, amikor még persze nagyon szegény diák voltam, és hát ugye a tanárom segített ahhoz, hogy bekerüljek a Magyar Operába, hogy egyáltalán keresek egy kicsi pénzt, amiből egyáltalán éljek, ugye? És Csolán bácsi vette a kezébe a Magyar Opera sorsát, vagyis az a Magyar Opera zenekar sorsát, már a zenei vezetését, és ott ismertem meg ezt a hatalmas nagy embert, mert csak azt tudom mondani, hogy nagyon nagy ember volt. Azon kívül, hogy fantasztikus nagy muzsikus. Megint szerény voltál, és nem tetted hozzá, hogy a Magyar Operában nem csak egyszerű zenekari játékos voltál, hanem hangversenymester a Csolán keze alatt. Hát ez már később volt természetesen, miután már nagyobb lettem, ugye nagyobb fiúcska lettem, és ugye a tanárommal egy pultnál váltottuk egymást, és engem nagyon szeretett a Csolán mester, mert látta bennem a szorgalmat, és hogy szünetekben is állandóan gyakoroltam, ahelyett, hogy esetleg, tudom én, kávéztam volna, vagy a többiekkel az udvaron lettem volna, ahelyett gyakoroltam, mert hát persze nagyon sok gyakorolni való volt. Engedd meg, hogy most egy másik karmesterre tereljem a szót, Mircea Cristescura. Bukaresti karmester, de nagyon sokat vezényel nálunk, és ő vezeti a kamarazenekart, amelynek te állandó szólistája vagy. Igen, tulajdonképpen a kamarazenekart azt együtt alakítottuk. A Mircea Cristescuval és Horváth Lacival, a koncertmesterrel, mi hárman, és külföldön is nagy híre van, lemezeink vannak már. Nagyon szeretik Mircát Kolozsváron, mert nagyon intelligens és nagyon komoly zenész. És mint ember is. Úgy érzem, hogy nagyon-nagyon jó ember, és hát ugye közel áll hozzánk. Azt hiszem, hogy valamennyi lemezet közül, amelyet legjobban szeretek, az Mircea Cristescu nevéhez fűződik, a Vivaldi évszakokra gondolok. Azt szeretném megkérdezni tőled most az évszakok hegedű művészétől, hogy melyik a te kedvenc évszakod? Nekem mind a négy nagyon kedves, a tavasz, nyár, ősztél, de azt hiszem, hogy a tavasz a legfrissebb, a legelegánsabb. Akkor egyezünk meg abban, hogy nézőinknek mostan a Vivaldi fölvételről a tavaszt fogjuk föleleveníteni, annak a lemeznek a hangfelvételével, amelyet az Elektrekord készített Mircea Cristescu vezényletével.
Hány országban hangversenyeztél eddig? Hát azt hiszem, hogy olyan ország kevés van, ahol nem voltam. Sorolj föl bár egy pár fővárost. Hát Brüsszelben, Bécsben, Budapesten, Montrealban, Tokióban, Moszkvában, Leningrádban, Szófiában. Rengeteg helyen. Talán csak Ausztráliában és Indiában nem voltam. Máshol aztán. Mit érez egy művész akkor, amikor így váltogatja tevékenységének a színtereit? Egy országot reprezentálok. Az én országomért megyek, és ez egy nagyon-nagyon jó érzés, mikor ünnepelnek, de nem csak engem, hanem Romániát is ugyanakkor. Mert például koncert után nagyon sokszor megtörténik az, hogy idegenek, rengetegen jönnek hozzám, és hát hogy milyen fantasztikus, gyönyörű ország, ahol ennyi tehetség van. És ez nagyon jól esik, és persze boldogan hegedül az ember, és hát ugye Tokióban például koncert után az automat nyomta a közönség a hotelig. Úgyhogy motor nélkül mentem. A hegedűművész sajátos szempontjából, a szakmai szempontból nézve is érdekelne ez engem. Milyen az, amikor a művésznek aklimatizálódnia kell, más hangversenytermekhez, más karmesterekhez, más zenekarokhoz alkalmazkodnia? Hát természetesen koncert előtti próba van, habár nagyon sokszor megtörténik az is, hogy esetleg késő az idő, és hát direkt koncertek vannak próba nélkül, de koncert előtt mindig van annyi időm, 5 percem, 10 percem, hogy kimenjek a pódiumra, és hát kipróbáljam éppen, hogy na, hogy szól a hegedűm, hogy mennyire erőltessem, vagy hogy nem kell egyáltalán erőltetni, mert vannak olyan termek, ahol bizony kicsit nyomni kell a hegedűt, ha akármilyen Guarneriuson van, vagy akármilyen Stradivarius. Nyilván nem csak zenekarokkal játszasz külföldön, hanem zongora kíséretes szólóesteket is. Kivel szoktál utazni? Az én kiváló partneremmel, a Weiss Ferdinánddal, egy kollégámmal, akit nagyon szeretek, és hát komoly, nagyon komoly, nagy muzsikus, akivel egyáltalán problémám nem volt az életemben, mert még a lélegzetem itt is érzi, és hát ugye, és repertoár szempontjából se volt életünkben probléma, mert egy táska kottát hozott töröké, úgyhogy bármit kért a közönség, szedtük ki, és hát minden probléma nélkül játszottuk. És természetesen hát itthon szoktunk dolgozni, külföldön bármikor megérkezünk, akárhova megérkezünk, nem dolgozunk. Csak koncert előtt esetleg egy órát bemelegítünk ketten, itt-ott, csip-csup ilyen dolgokat. Melyik közös felvételetek volna alkalmas arra, hogy ebben a portréfilmben képviseljeti közös művészeteteket? Azt hiszem, hogy a választék nagyon nagy lenne, hiszen összes Beethoven szonáták, Mozart szonáták, Brahms szonáták, persze előadási darabok, szóval nagyon-nagyon sok lenne, de én gondolok a Bartók rapszódiára, amit nagyon-nagyon sokszor játszottunk, és azt külföldön is nagyon szerették, ez közben lemezen is megvan nekem, és a rádiónál is nagyon sokszor játszottuk ezt a művet, ezt nagyon ajánlanám, hogy hallgassuk meg. Thank you.
Bartók rapszódjának ez a honos hangzása, arra szeretnék ezzel utalni, hogy az első tétel első témája egy román paraszt hegedűstől van, második téma pedig egy magyar népdal. Tehát ez a honos hangzás engem nagyon emlékeztet most arra a sok hazai műre, amit te vittél sikerre. Sorolt fel bár a legfontosabbakat közülük. Hát ugye, ami nekem a legkedvencebb, vagyis a legkedvesebb volt eddig, a Pau Constantinescu hegedűverseny, amit ugye, amivel első díjat nyertünk a Cântare Românien, a Kolozsvári Filharmóniával, és Emil Simonnal, Emil Simon vezényletével, és lemezen is van, ugye, egy nagyon jó lemezem is van ebből a műből, és hát emellett természetesen én mutattam be Márkos hegedű versenyt, akkor a Márkos hegedű cselló versenyét, már úgy értem a Doppel koncertet, aztán a Carmen Petra Massacopol hegedű versenyét és koncertinóját, Buiklu hegedű versenyt, a Capoeiano hegedű versenyt. Aztán még tudnám sorolni, de... Tehát talán a versenyműnek a műfaján kívül is, a vonos négyesek közül is tudnál bizonyára olyanokat mondani, amelyeket ti játszottatok első ízben. És természetesen, ami nekünk van ajánlva, például a Csortán mesternek az eddigi vonos négyesei, azon kívül ugye hát a Willy Berger hatodik vonos négyesét, ami díjazva is lett aztán Liège-ben, a mű, hát természetesen a mi érdemünk is, ami az én vonos négyesem érdeme is, mert hát úgy tudom, hogy szépen játszottuk. Beszélj a vonos négyesről. Hát a vonos négyesünk most ünnepelte a 10 éves évfordulóját, tavaly ünnepelte a 10 éves évfordulóját, most már 11. évesek vagyunk, és hát a repertoárunk sem éppen kicsi. A Beethoven opusz 18-asokat, azokat lemezre játszottuk, 3 nagy lemezünk van. Minden mellett ugye rengeteg hazai szerző szerepel a műsorunkon. Ugye a Csortán és a Willy Bergeren kívül Negrea, Fieru, hadd folytassam én, Rogalski, hadd folytassam én, Pirlia. Rengeteg, hát természetesen sok. A klasszikusok mellett, és persze a modernek mellett nagyon sok. Ugye Bartók vonos négyesei, aztán Sosztákovics is. Hol szerepelt a vonos négyes külföldön? Külföldön voltunk Belgiumban, Magyarországon, Spanyolországban, Hollandiában, Csehszlovákiában, Bulgáriában, sok helyen játszottunk már. Mielőtt meghallgatnánk egy részletet Wilhelm Bergernek előbb említett 6. vonos négyeséből, amelyek a ti előadásotokban nyert nemzetközi díjat, megkérnélek nézőink számára, nevezd meg a vonos négyes tagjait. A második hegedűsöm Horváth László, az a mi Filharmonikus zenekarunknak a koncertmestere. Fülöp László, ő is a szólan vezetője a Brácsának, ugyancsak tőlünk a Filharmoniától, és Dula Imre a szólan vezetője a Cellónak a Filharmoniánál. Thank you.
Mielőtt elbúcsúznék, megkérnélek még Ruha Istvánról, a hegedű tanáról is mondj egy pár szót nézőinknek. Azt hiszem, hogy ha jól emlékszem, 12 évig tanítottam a főiskolán. Weimarban tanítok már 3. éve, és Magyarországon vezetek egy ilyen nemzetközi tábort. Ha megkérhetlek rá, nevezd meg, ki a legkedvesebb tanítványod? A legkedvesebb és a legjobb tanítványom Ágoston Bandi. Boldogan mondhatom, hogy a vonós négyesének is sokszor segítek, és nagyon szívesen, mert érdemes. Köszönöm szépen ezt az utolsó választ is, köszönöm szépen az interjút, és azt hiszem, épp elég soká zavartalak ahhoz, hogy ideje volna elmennem, hagyjalak tovább gyakorolni azt a Csajkovszki részletet, amelynél itten rajta kaptalak. Köszönöm szépen.